Sziasztok srácok, itt vagyunk a következő Retro Star Wars Spec Openingben. Viszont mindjárt mondom, hogy mi a helyzet. Szóval az van, hogy 7 nap maradt ebből az eventből, és hát én összegyűjtöttem a maradék pontot, ami kell, vagyis kelleni fog. Erre ma reggel az EA behozta ezt a gyönyörű kis játékmódot a Retro Star Wars-on belül, ahol lehet, hát, elég jó nyereményeket is szerezni. Hát nem fogjátok kitalálni, hogy mi kell hozzá, természetesen VS adtak, úgyhogy én körülbelül fölöslegesen játszottam le tegnap a meccseket, mert most nem az van, hogy hagyhatom végre a fenébe, nem, behoznak egy ilyen új játék módot az eventen belül, hogy akkor most így jártál, bazd meg, hiába dolgoztál előre, most akkor újra játszani fog. Szóval, hát igazából ez is történt, és az a helyzet, hogy elkezdtünk ennek az új módnak egy olyan szakaszához, ahol kaphatunk retro pontot, méghozzá 5 darabot. A videó másik felében majd ezt fogjuk nyitni, itt 10 darab retro pontot fog adni a játék, de most akkor egyenlőre maradjunk itt, és reméljük, hogy ebből az 5 darab packből most már fog adni végre nekünk is egy Retro Star Wars játékost. Na nézzük először is, hogy milyen retro pontokat fogunk kapni. Jó, 4 darab van összesen, tehát valamiből 2 darab lesz. Az biztos, hogy van egy Retro VSA pontunk. Opa, és a Team of the Season-ből adott 2 darabot. Hát most mondanám, hogy ez jó, viszont az eddigi tapasztalatok alapján eddig majdnem csak Team of the Season-öset nyitottunk, és hát igen, semmi. Na, adott egy karniválosat és egy EOE pontot. Hát oké, a VSA meg az EOE az nem annyira jó, de most nem az a lényeg, mert mindenféleképpen kéne egy Retro Star Wars játékos, ugyanis ebben az új módban úgy van, hogyha csapatban van egy retro player, akkor kapunk 3 ilyen pontot, amik kellenek ezeknek a nyeremények feloldásához. Ha van 2 vagy annál több retro playerünk, akkor pedig 4 pontot kapunk, ha nincsen, akkor csak 2. Szóval elég nagy segítség bármelyik Retro Star Wars játékos is, hogyha adni fog. Na nézzük akkor a pekkeket. Először kezdjük az eladhatatlan játékosokkal. Úgyhogy kezdjük a VS adtakos pekkel. Na nézzük. És nem. Van egy Emre Mor meg egy Plea. Hát hadd ne mondjam, ez valami ritka szar pek volt. Menjünk is tovább, mert ez tényleg ez nagyon szar volt. Nézzük az EOE pekket. Hát itt csak 2 lehetőség van, Pirlo vagy Kaká, valószínűleg egyiket sem fog. De! Hoppa hoppa! Pirlo vagy Kaká? Kaká vagy Pirlo? Nézzük! Kit kapunk meg? A legeslegelső nem garantált Retro Star Wars player játékosunk. Ezt jól megmondtam, egyébként player játékos ugyanaz, de nem baj. Jó, nézzük srácok. Igazság szerint tök mindegy, mert a főcsapatban egyiket sem használnám. Viszont ez a Retro Star Wars-os VS adtak ra inkább a KK-t használnám, hiszen ő egy kávalószerűen játékos, akkor tudnék fel a játékosatárba. De nézzük! És KK ott van, beadta a KK-t. A legelső Retro Star Wars játékos gyerekek. Hát ez valami. Nem is tudom megmondani nektek, hogy milyen érzés. Lejátszottam az összes meccset, ami kellett az eventhez, és nem kaptunk semmit. Most bejött az új mód, és itt van, tessék srácok. Ezt is megeltük. Na, hát lehet, hogy nem a legjobb, de bakker.
Végre, srácok, megkaptuk, amire vártunk. És még van 3 darab packünk, nézzük a karnibálosat. Hát itt egy Fernando Torres-t esetleg még a főcsapatba is beraknám. Van itt egy Dybala, de ők ugye nem Retro Stars játékos. Ez az Augustin gyerek is egyébként nagyon jónak tűnik, de nézzük, hogy hát ha itt is ad valakit. És nem adott sajnos senkit, Arias és egy Akinfejev, aki egyébként elég OP kapus, és azt hiszem el is adható, így is van. Hát, majd esetleg, hogyha feljebb megy az értéke, akkor érni fog egy, hát nem tudom, 1-2 millát, kb. Maximum. Jól van. Na, visszatérhetünk a jó öreg Team of the Season packekhez, kedvencemhez. Nézzük az elsőt a kettőből. Nem adott semmit, és egy szokásos fekér. Ezt már nevezem, ijé, ezt nevezem. Na, gyorsan nézzük is a másodikat. Hát, ha nézzük, és persze, hogy nem ad senkit. Hát oké, okay. Eddig ez a legrosszabb Team of the Season packünk, amit nyitottunk. Jó van, srácok, hogyha adhatok egy tanácsot, akkor Team of the Season packeket nagyon lenyíthatok. Nem érdekes, hogy ebben van a legtöbb jó játékos, amit ki lehet jutni. Ettől függetlenül csak szarokat fogtok kapni, szóval nem. Na mindegy, kaptunk egy kákát. Úgyhogy majd fogunk, vagyis hát vissza fogok jönni még a 10 darab retro pontos csomaggal is. Szóval úgy érzem, ez egy jó videó lesz, srácok. Ez az lesz szerintem. Hogyha 10 pontból is legalább ilyen szerencsések leszünk, hogy kapunk legalább egy játékost, már örülni fogok, esküszöm. Na itt is vagyunk ismét, és kigyűjtöttem az elegendő pontot. Pontosan 200 ki is jött. Úgyhogy nézzük a random 10 darab retro pontot, amit kapni fogunk. És hát ebből a 10 darab packből most már tényleg nagyon jó lenne, hogyha adna a minimum 1 darab Retro Stars player-t, és akkor lenne összesen 2 darabom, vagy ugyebár több. Mivel már 4 pontosával, na mindegy. Szóval 4-esével haladhatnánk. Kaptunk egy Easter-t, 2 frézét, egy VSA-t, 3 darab Team of the Season-t, egy Totit, egy EOE-t és egy La Liga Rivalist. Jól van, srácok! Megint a Team of the Season-ből kaptuk a legtöbbet, amiben ugye mi a legszerencsétlenebbek vagyunk, de nézzük akkor, hogy a csomagok mit fognak nekünk adni. Nem is tudom, hogy honnan induljunk most, hogyha jól lát, nem mindegyikből van, mert nincsen se Lunárból, se pedig Karnibálból, pedig az a Fernando Torres, az jó lenne? Na mindegy. Akkor nézzük először a La Liga Rivalist. Jó, hát jól van, itt is van azért lehetőség nyitni, bár ezek ugye untradable-ök, szóval nyilván hát igazából csak a Retro Stars-ok lennének jók, mert még a 91-eseket sem tudnak felhasználni rankába sem. Na nézzük, és nem adott semmit, a legjobb pedig egy 89-es Diego Godin, ami igazából annyira nem is olyan rossz. Nézzük a Football Phrase offert. Mit offer? Offerel nekünk Oppei Gonzalo Guedes. És egy Alessandrini. Hát ez... Igen. Nem igazán van most már rájuk szükségem. Na nézzük a következő Football Phrase packet. Ott is van. Mármint nem a Willy Bolly, hanem a Retro Stars játékos gyerekek. Jól van, srácok, jól van. Igazából tök mindegy, hogy kit fog adni a csapatban. Hát szerintem úgysem fogom használni. Viszont egy rankában jó lenne valaki. Nézzük ki az a valaki. Itt egy Paulinho is. De hát egy ilyet nem nagyon használok. Nézzük ki a Retro Stars játékos. És ott van a Devinson Sanchez. Ott van. Ezt
és screeneljük, és azt hiszem, hogy hogy akkor ez még meg is van a kettő Retrostars játékos, ami kell ugye ebbe az új módba. De hát, na, hogy már itt megálljunk, gyerekek, van még 6 vagy 7 packünk, nyissunk még többet, nézzük. Hát a vegyes attakos pack az konkrétan adott egy Bergwijnt és egy Blaszczykowskit. Igen. Jó van, srácok, hát tök mindegy, van még azért lehetőségünk, itt van az utolsó untradeable-ös csomag. Hogyha adna még egy kakát, akkor beszarnék, de nem fog semmit adni. Egy, ha megint egy csomi prietót. No, akkor maradt 5 darab csomagunk, és kezdjük az Easterrel. Itt is azért van pár jó nyitás lehetőség, de úgy igazán itt is csak a retro playerek azok, amiket meghasznált is venném. És viszont azt sajnos nem ad. Tatarusanu az egy elég OP kapus, tapasztalatban mondom, ő is kidegel konkrétan. És egy Néton az, hát az mondjuk annyira nem, de kaptunk 2 kapust. Oké. Okay. Legalább eladhatóak. Menjünk hát Team of the Year packre. És itt azért már van olyan játékos, akit még a fő csapatomban is használnék. Konkrétan az DHL, mert ő a legbugosabb kapus az egész játékban. Na nézzük, hogy adni fog-e valamit. Nem adott semmit, adott egy 88-as Koulibalyt. Jó, és a Sergio Ramos beadta, gyerekek. Az első master playerünk. Nem Retrostars, hanem master, tehát 99-1-es játékos, akit ugye el lehet adni. Hát nekünk ez az első. Na, ezt is leszkrinelem. Jó, ez a pack opening tetszik. Igaz, hogy csak 2 Retrostars gyűjtöttünk 12 darab packből, de még van 3 lehetőségünk, hogy szépítsünk ezen a statisztikán. Nézzük az első Team of the Season packet. Sajnos, egy fekérrel kezdünk, na most ez vagy egy duplicate fekér lesz, vagy pedig egy master. Viszont eddig duplicate-et nem nagyon kaptam, szóval lehet, hogy nem is lehet kapni, de nézzük, és úgy is van ott a következő master, Giovinco. Sajnos nem ér olyan sokat, de bízunk benne, hogy ez az új mód miatt, ahol lehet szerezni több mint 15 millió coinst, kicsit feljebb lendülnek majd az árak. Jó, hát most ezt nem tudom, hogy miért, de leszkrineltem. Jó. Na. Fejlődünk a Team of the Season terén is. Nézzük a következőt, még 2 darab lehetőségünk van. Hát ez egy Sunny és... egy még egy Master és még egy Giovinco. Na. Ez már jó. Pack opening csúcsa, komolyan mondom. Na nézzük a legeslegutolsó packet, és ez sem adott sajnos Team of the Season Retro Playert, fekir. Hát a Team of the Season Retro Stars az még mindig várat magára, bár szerintem most már nem is fogok nagyon szerezni. Kívülve, hogyha a Team of the Season pontot, ez a csomag. Egyébként itt eddig nem azt írta, hogy van rá szansz. Most már azt sem írja, hogy ez most miért van. Nem lehet már ebből kapni ilyen pontot? Itt kiír egy possible rewards, de eddig a garantáltnál is kiírt, hogy szansz van rá. Na mindegy, srácok. Meg vagyok már teljesen elégedve ezzel az új arcade móddal. Mert hát ugye ennek a segítségével szereztünk 2 darab Retrostars játékost. Jól van, srácok, a csúcson kell abba hagyni. Én köszönöm szépen a figyelmet, hogyha tetszett a videó, akkor csapassatok el egy lájkot, és iratkozzatok fel. Ennél jobb pack openingünk szerintem nem is volt, és nem is lesz egy ideig. Szóval én ezt a pack openinget esküszöm nektek 10/9.5-re értékelem. Ha ti is így gondoljátok, akkor tényleg csapassatok egy lájkot, mert ez a pack opening, ez a
Ez tényleg ilyen még nem volt. És nem is lesz. Na jó van, srácok. Sziasztok.